Ez a helyzetkép a Miskolc Televízió politikai elemző műsora. Jó estét kívánok, és boldog új évet, mert hogy 2018-ban ez az első adás. Vendégünk Bájár Zsolt. Szervusz, boldog új évet kívánok. Szervusz, jó estét, és boldog új évet mindenkinek. Hát meglátjuk, hogy mennyire lesz boldog a 2018-as esztendő. Ugye láttam a műsorodat egy másik csatornán, és ott te is azt mondtad, hogy szereted volna egy kicsit vidámabban búcsúztatni az évet, mármint a 2017-es óévet, fogalmazunk így, de hát ez nem nagyon jött össze, főleg annak köszönhetően, hogy az utóbbi időben megjelentek bizonyos sajtónyilatkozatok, úgy televízióképernyőn, mint éppen írott sajtóban, akár online, vagy akár nyomtatott médiáról beszélünk, és hát ezek meglehetősen érdekes nyilatkozatokat tartalmaznak, és az érdekes az itt azt hiszem, hogy a legenyhébb kifejezés, amit ezekről el lehet mondani. Kezdjük mindjárt azzal, amit Konrád György mondott a HVG-nek, rejtelmes mozgások egyszer csak oda vezethetnek, hogy a miniszterelnök, ha nem akar Nyikolaj Ceaușescu sorsára kerülni, akkor önként elmegy valahová. Jó akaratú emberként azt kívánom, hogy felcsútra menjen. Ez, hogyha első olvasatra nézzük, akkor felfogható egyfajta nyílt, akár fenyegetésnek is, illetve, hogyha ezen túlnézünk, akkor talán a magyar politikai életben még olyan nem történt, hogy egy regnáló miniszterelnököt, akit demokratikus választáson választottak meg, egy diktátor, egy lelőtt diktátor sorsával fenyegessenek meg. Igen, és ha második olvasatban nézzük, akkor ugyanezt jelenti. Tehát ezt nem lehet sehogy máshogyan sem kimagyarázni. Ugye miről is van szó? Csak egy pillanatra elevenítsük fel a históriát. Volt néhai Nyikolaj Ceaușescu, ugye Románia konduktora, így neveztette magát, már amikor elhatalmasodott rajta végképp az elmebaj, aki hosszú évtizedeken keresztül regnáló diktátorként, hát azon túlmenően, hogy a teljes nyomorúságba taszította országát, illetve a nemzetét, ezen túlmenően egy olyan típusú diktatúrát működtetett, ami azért még a II. Világháború után létrejövő szovjet típusú, majd ilyen-olyan kisebb-nagyobb mértékben konszolidálódó kommunista diktatúrákban is párját ritkította. Tehát azért Ceaușescu Romániája az tényleg csak ember hodzsa Albániájával volt összemérhető már itt a 70-es, 80-as években. Hát fogalmazunk úgy, hogy akkor a magyar kádári rendszerrel az teljes egészében összehasonlíthatatlan. Hát ég és föld, persze. Amúgy is a Kádár, nem véletlenül szólt ez a mondás, ugye, hogy a szocialista lágerben Magyarország a legvidámabb barak, és ez számos vonatkozásban igaz is volt. Ehhez képes volt, ha úgy tetszik, az ellenpólus. Ennek a szovjet típusú diktatúrákban Ceaușescu Romániája a tökéletes diktatúra, az élet minden területének teljes és totális ellenőrzése, beleértve a hálószobát és a magánéletet, abortusz tilalomtól kezdve minden, amit egy mai fiatal valószínűleg el sem tud képzelni, tökéletes utazási tilalom, és hát egy olyan típusú nyomor, ami a fázás és éhezés. Tehát egy ilyen harmadik világban élt Románia. És ezt a diktátort ugye 1989 karácsonyán, amikor is kitör, úgy szeretjük mondani, hogy forradalom, nem tört ki semmilyen forradalom, a Securitate másodvonala úgy döntött, hogy változtatni kell, és likvidálta az első vonalat, illetve a kondukátort és a kedves feleségét egy koszos falusi iskola hátsó udvarán egy másfél órás tárgyalásnak nevezett bohózatot követően kihurcolták az udvarra, és lelőtték, mint egy rühes kutyát. Na most van nagy magyar író, Konrád György, aki azt vizionálja egy kétszer demokratikus választáson, demokratikusan megválasztott kormányfőről, hogy majd ugyanúgy fog járni, mint Nyikolaj Ceaușescu. Semmi más nem, és senki más nem minősít ez a mondat és ez a kijelentést, mint azt, aki tette. Konrád György, nem tudom,
Talán nem is akarom fölmenteni azzal, hogy egész egyszerűen akkori elhűlésnek minősítem ezen kijelentését, hiszen ezzel fölmenteni, nem akarom fölmenteni. Érezze ő csak és viselje szavainak a súlyát. Konrád György nem elhűlt agg vénember, hanem egy utolsó mocskos gazember. Pont. Nincs több mondandóm Konrád Györggyel kapcsolatban. Az viszont érdekes, hogy ugye ennek teret ad nevezetesen az a sajtóorgánum is, és ugye amikor kérdéseket tettek fel egy másik online portál a Konrád interjúval kapcsolatban, akkor még ők fenyegettek azzal, persze, hogy akkor bírósághoz fordulnak. Persze. Tehát ez egy, ne legyünk azért vakok, tehát ez a választási kampány része valószínűleg. Igen, több kollégám fejtegette már, és hajlok arra, hogy igazat adjak nekik, miután jelen állás szerint valóban nincsen esélyük. Ezért egy esély maradt. Lőjük le Orbán Viktort. Robbantsunk ki valami puccsot, valami felkelést, folyjon a vér, és lehetőség szerint húzzuk lámpavasra, vagy lőjük agyon a demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnököt. És akkor majd meglátjuk, mi lesz. Tehát ezeknek az elmeháborodottaknak nagyjából ez maradt az utolsó mencsváruk. Feltehetőleg, és ebben is igazat kell adjak, és hajlok arra, hogy igazat adjak tanult kollégáimnak, egymás között ezek valószínűleg tényleg ilyesmiről beszélgethetnek, és ez ilyen forgatókönyveket vázolnak fel. És akkor ugye ebbe a sorba Nagy Bandó Andrást is már nyugodtan. Hát igen, ő a következő, de ugye te is említetted, hogy ez már nem az első azért, mert hogyha nem is a miniszterelnököd, de hát azért akár téged is, te is érintett voltál a platós IFA, illetve a lámpavassal kapcsolatosan. Az IFA platón mindannyian érintettek vagyunk. És akkor Nagy Bandó András, hát akkor idézzük őt is. Ugye hát az első, amikor az egyik televíziós csatornán interjút adott, az még úgy mondjam, a könnyebbik kategóriába tartozik, mert azt mondja, hogy ha betörnek hozzád fegyverrel, te lelőheted a fegyveres rablót, ugyanolyan erővel szállhat szembe, mint amilyen bejön. Ez az ország így áll most, ha ilyen helyzetet teremt Orbán, várhatja, hogy meg fog történni valami, ezt mondja. És aztán utána pedig jön a durvább rész, amikor arról beszél, hogy múltkor Kecskeméten voltam, tiszta véletlenül hallottam egy kórházi dolgozótól, és most olyat mondok, amiről valószínűleg azt mondjátok, hogy abszurd, hogy oda viszik Orbán feleségét mindig, amikor összeveri. A kecskeméti kórházban rakják rendbe. Ezt mondta ugye Nagy Bandó András ebben a televíziós műsorban és interjúban, és erre mondta azt neki, hogy a műsorvezető, hogy ez egy régi mendemonda, tehát próbálta úgymond helyre tenni, de nem nagyon sikerült, mert ugye a humorista egy költői kérdéssel zárta ugye ezeket a mondatokat, azt tette hozzá, hogy ugye nem magyar mondás az is, hogy nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél. Igen, ugye, ahogy nagyon helyesen a másik részt is felidézted, ennek a másik gazembernek a szavaiból, tehát ugye Nagy Bandó is belengeti ezt a valami történni fog. Lelőjük, lelövik, meglincselik, mert hát, hogy ez ugye jogos, hiszen ha betörnek a házadba, akkor persze. És akkor ezután mondja el ezt a baromságot, ami hát ugye 2002-ben már, az akkori választási kampányban, akkor találták ki, akkor vették elő először, ugye suttogó propagandában, hogy Orbán Viktor veli a feleségét. Senki nem gondolta volna, hogy eljön a pillanat, miközben majd újra előveszik, de sajnos ezek akkora gazemberek, hogy a velük kapcsolatban megfordul a filozófia igazsága. Ha ezekről van szó, akkor minden egyes alkalommal ugyanabba a folyóba lépünk. Igen, most ezt is előbírták venni. Nagyon nehéz, különösképpen mondjuk nekem, akik 88 óta ismerem ezt a házaspárt, és tudom, hogy mi az igazság, nekem különösen nehéz erről beszélni, úgyhogy felejtsük is el a dolognak ezt a részét. Inkább beszéljünk arról, hogy kicsit még maradván ez a
Ceausescu sorsára jutsz, meg majd valami történik, meg betörtél a házunkba, stb. Stb. Típusú kijelentéseknél. Ez annak a fényében érdekes megvizsgálni, hogy mondjuk ugyanaz a HVG, amelyik lehozza Konrád interjút, majd amikor ezt valakik szemlézik, a pesti srácok, akkor elkezdek örjöngeni, és ők fenyegetőznek feljelentéssel, hogy kiforgatták Konrád György szavait. Mit lehetett ezen kiforgatni? Maga a HVG ezt hozta ki étvágygerjesztőnek, mert annyira tetszett nekik. Nincs mit kiforgatni rajta. A vén gazember ezt mondta, pont. Na most ugyanez a HVG néhány nappal nevezetes Konrád interjúja előtt megjelentett egy hosszú beszélgetést. Zsidai Viktor, ez a egykori SZDSZ-es világnak a nagy egyiknél sztár, ifjú sztár közgazdásza. Vele van egy hosszú interjú a HVG-ben, érdemes elolvasni, amelynek az első egy harmada az arról szól, hogy Zsidai azt fejtegeti, hogy ez a kormány csak akkor tudja elveszteni a 18-as választásokat, hogyha mindenkinek hirtelen elmegy az esze, már mint a kormánytagok részéről, ugyanis brutális mértékben nő az alapbér, nőnek a fizetések, az emberek sokkal jobban élnek, mint 7-8 évvel ezelőtt, konjunktúra van, dől az uniós pénz, brutális módon növekszik a belső fogyasztás, ami tovább fűti a gazdaságot, további béremelések várhatók. Aztán persze elmondja a vörös farkat, hogy ez majd miért fog összeomlani, ezt 8 éve halljuk, minden évben elmondják, hogy most még éppen konjunktúra, meg most még szerencséje van a unortodox gazdaságpolitikának, de jövőre majd biztos összeomlunk. Zsidai is elmondja, de most ezt a helyzetet rögzíti. Na most, hogyha a Lipsik sztár közgazdásza kénytelen elmondani ezt, amit mindenki érez ebben az országban a saját bőrén, hogy jobban él, hogy a nő a fizetése. Emberek, föltűnt mellesleg, hogy karácsony előtt az összes létező televízió bemondta, hogy nem lehet szállodai férőhelyet kapni sem karácsony, sem szilveszterre. Zsúfolási... Két ünnep között, illetve hát Miskolcon is volt olyan szállod, aki azt mondta, hogy szeptemberben elkelt az összes hely. Zsúfolásig tele vannak, ahol elnesz fotelek. És 10%-kal volt drágább idén egyébként a szálláshelyek. Gondolom, hát erre ugye felkészülve. És természetesen az ide érkező, az ebben az időszakban szállást foglaló vendégek 95%-a belföldi, tehát magyar. Na most, hogyha az egész ország a karácsony és a szilveszteri ünnepkört, meg a kettő közöttit wellness-ezéssel tölti. Ha a sztár közgazdászok arról kénytelenek értekezni a HVG-ben, brutálisan nőnek a fizetések, nő a belső fogyasztás, és minden a legnagyobb rendben van, és hogy a kormány csak akkor veszíti el a választot, ha meghűlt, hogyha ez az alaphelyzet, akkor kik is fogják itt agyonlőni Orbán Viktort? Kik is akar, kinek a házába van itt betörve? Kik fognak itt forradalmat csinálni? Ez ennek a minden mértéket elveszített ilyen szoci-lipsi, egykori SZDSZ-es megmondó embereknek az elmebeteg hagymázas álma, amiről szó van. Az egy másik történet, hogy ennek ők hangot merészelnek adni, méghozzá ilyen formában, és hogy természetesen megvan hozzá a média, amelyik ezt büszkén vállalva tálalja is. Na de ettől még azért az alaphelyzet nem fog megváltozni. Az alaphelyzet az, amiről Zsidai beszélt. Az alaphelyzet az, hogy wellness hotelekben csordulásig tele van minden, hogy azt mondja a kereskedelmi kamara, hogy ennyi pénzt karácsonykor Magyarországon még a büdös rohadt életbe soha nem költött el a lakosság, és nem hitelekből, nem, tehát nem arról van szó, hogy mint volt ez valaha,
hogy minden hülye betódult az áruházba, azt rögtön fölvette a plazma tévé mellé a kölcsönt számolatlan kamatra, aztán tönkre ment bele. Nem, ezek a megtakarításokból, a saját erőből történő vásárlás brutális mértékéről értekezünk. Megírja, még a HVG is kénytelen volt, hogy összesítik a horvátok az éves jelentést, és kiderül, hogy a harmadik legnagyobb turista közönség Horvátországban Magyarország. Közel 600 ezer ember tavaly 3,5 millió vendégészakát töltött Horvátországban magyar. Ki akar itt lövöldözni ezeken a barmokon kívül? Hát hangulatkertésre viszont jó lehet, nem? Hát lehet, még... arra van. Tehát, hogy legalábbis egy ilyen nyomott hangulatot próbáljon megálasztani az emberek felé, hogy ez egy Ceausescu-i diktatúra. Amerre... Ceausescu diktatúra van, Észak-Koreához hasonlatosak vagyunk. Azt mondja a másik nagy magyar író, Spiró György, ugye szintén a HVG nagyot fut itt az utolsó hetekben, kreténségből. Azzal is közöltek egy interjút, ahol itt bemondja, 4 millió ember nyomorog az országban. Hadd számoljunk már egy kicsit, de tényleg a kedvemért. Ez fél Magyarország akkor, tehát az majdnem sajnos fél Magyarország. Már nem vagyunk 10 millió, 9,5 millióan vagyunk. Ő szerintük, Spiróék szerint 1 millió ember tartósan elhagyta az országot és külföldön dolgozik. Akkor az 8,5 millió. A aggasztyánokat meg a csecsemőket vonjuk ki, mert azokkal nem futunk össze az utcán. Marad 8 millió ember. Ha 4 millió éhezik, fázik és át van lőve az oldala, ez azt jelenti, hogy ma kimegyünk az utcára, Miskolcon, Budapesten, Sopronban, Szombathelyen, meg Nyíregyházán, minden második ember, aki szembe jön, az egy létminimum alatt élő nyomorgó homeless. Miről beszélnek ezek a becstelen, hülye gazemberek? Miről? Térjünk át egy másik témára. Nem biztos, hogy egy kicsit mulatságosabb vagy mosolyogtatóbb, én inkább így mondanám, ami a, hát mondjuk ki, a Hír TV stúdiójában történt, de ugye ennek már van előzménye. Ugye a MeToo kampány, és hát hogy mindenki ki kivel erőszakoskodott annak idején, illetve kit zaklatott. Ebben sokan bele is buktak, hát ugye gondoljunk csak Keróra, aki belebukott, gondoljunk csak ugye a Víg Színház rendezőjére, aki belebukott Marton Lászlóra. És hát ugye most úgy néz ki, hogy Havas Henrik is, de már-már ugye a lapok is így hozták, hogy egy ilyen szürreális beszélgetés zajlott a Hír TV stúdiójában Kálmán Olgánál, amikor a következő ment le. Emlékszel arra, hogy amikor először felhívtál, hogy jöjjek be hozzád, mit mondtál, kérdezi ezt Havas, és akkor erre mondja Kálmán Olga, hogy nem. És akkor itt jön az idézet, te mocskos disznó. Együtt voltunk 20 évvel ezelőtt, fiatal voltam és szép, és engem miért nem molesztáltál, te dög? Ezt mondtad a telefonban, mondja ezt Havas Henrik. Én ilyet nem mondtam, ugye mondja Kálmán Olga, de mondtad, mondja Havas, esküszöm, nem mondtam, mondja Kálmán Olga, de én meg tudom, hogy mondtad. Na figyelj, engem nem raboltak el az UFO-k, én ezt biztosan nem mondtam neked, de mondtad, mondja Havas. Eddig az idézet, ebbe szerintem minden benne van, ami az utóbbi időben történt. Ugye Havas Henrikről legalábbis az egyik valóságshow szereplője állította azt, hogy molesztált, aztán utána több... Aztán még vagy három. Vagy hárman mondták, hogy igen, és utána pedig behívták a Hír TV-be, hogy akkor beszéljenek erről a történetről, és hogy azóta is ugye Havasnak megjelent egy Facebook bejegyzése, de meglehetősen zavaros posztot tett közzé ezzel kapcsolatban, és hát ugye sokan sok helyen lehozták már, hogy úgy tűnik, mintha össze-vissza beszélne. De azért egy ilyen beszélgetés egy televízióban, ahol ráadásul utána mucikám lett Kálmán Olgából, tehát azért mondtam, hogy tragikomikusnak tűnik. Őszintén, egy pillanatra, hogyha mindenki lehúnyja a szemét, és azt mondja magának, hogy 2 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy a Hír TV stúdiójában Kálmán Olga, mint műsorvezető, arról fog beszélgetni Havas Henrikkel, mint meghívott vendéggel, hogy akkor most mondta-e neki, hogy mocskos disznó, engem miért nem abuzáltál, vagy nem mondta? Ha ezt valaki 2 évvel ezelőtt így kimondja, azt nyilván rövidre kötve elviszik a sárga házba. Miközben ez már a rögvalóság. És ez szól egyszerre Hír TV-ről, Kálmán Olgáról, Havas Henrikről,
MeToo kampányról, és mindenről. Tehát ezt akartam, ami a világnak azt a részét. Van ennek egy nyilvánvalóan egy primér része. Ha engem kérdezel, Amerikából indult, de aztán utána itt... Nem, most csak a Havas-Kálmán relációban. Ha engem kérdezel, akkor nagy valószínűséggel, és erre, ha valaha egyszer biztos lehetnék abban, hogy feketén-fehéren kiderül az igazság, akkor komoly tétekkel merném fogadni, hogy következő történt. Fölhívja a Kálmán Olga régi munkatársát, tán szegről-végről jó komáját, Havas Henriket, hogy jöjjen be hozzá, ha már egyszer meg van vádolva, és akkor beszéljenek erről. A régi jó komaság és ismerettség okán szinte biztos vagyok benne, hogy a telefonban elhangzik ez a röhögve ez a mondat. Azt mondja Olga Henriknek, mint régi havernak, hogy na te hülye, 20 éve együtt dolgoztunk, tök jó csaj voltam, engem bezzeg, nem akartál molesztálni. Mi? Ami egy, nyilvánvalóan egy ártatlan hülyéskedés akar lenni. Abban a pillanatban, hogy nyilvánosságot kap, egy egészen más fénytörésbe kerül, hiszen arról fog szólni, hogy Kálmán Olga az egész MeToo kampányt, azt az egész elmebajt, ezt ő maga is egyébként kiröhögi, félváról vesz és nevetséges ügyként tekint rá, hiszen ha elmondja magánbeszélgetésben ezt a mondatot, amiképpen szerintem elmondta, ez nyilvánosságra kerülve ezt fogja jelenteni. Ez nem, és most nem Kálmán Olgáról szeretném leszedni a szentelt vizet. Hát az, hogy egy magánbeszélgetést valaki hogy ez kiad. Ez a cégéres gazember, ez a moral insanity. Ez képes egy stúdióban ezt a mondatot belemondani, az egyébként nyilván neki régi komájának a képébe, hogy Olga, te mit mondtál nekem 20 perce? Szóval ennél aljasabb, ennél mocskosabb, ennél szemetebb alakot, hát nehezen tudnék rajzolni, és pedig én nagyon rosszul rajzolok. Szóval erre szavak nincsenek. De ez még egyszer mondom, ez csak a primér szintje. Ez a kettejük relációja, meg az, hogy ez a Havas Henrik, ez a szétcsúszott tetű, ez kicsoda. Mögötte meg ott van az amúgy, nézzünk milyen egymás szemébe, alapvetően valóban közröhelybe fulladó, nevetséges baromság, aminek a csúcspontja, hogy most a legutóbbi, nem tudom, ilyen Golden Globe díját adó ünnepségen az összes hollywoodi sztár fekete estéibe, meg feketébe vonul fel, már rég nem számít, hogy ki milyen filmet csinált, meg egyáltalán a film milyen. Ha MeToo kampányban arc voltál, akkor Isten császár vagy és zseni, és a te filmed a legjobb. Ha meg nem voltál benne, akkor lehetsz te egyébként az új Humphrey Bogart, akkor is egy szarjankó vagy. Erről szól minden. Röhely. Még akkor is, hogyha nyilván, hogy vannak e mögött valódi tragédiák, valódi aljasságok, valódi abúzusok, erőszak, hatalommal visszaélés. Én erről a Harvey Weinsteinról pontosan mindent el tudok képzelni, miképpen ugyanezt el tudom képzelni a Kerényiről is. Marton Lászlóval kapcsolatban sokkal kevésbé vagyok hajlandó elképzelni mindazt, amit rá lett lapátolva. Havas Henrikről bármit el tudok képzelni, az a pillanat, ahogy egy stúdióban nyilvánosságra hozza a régi barátjával folytatott magánbeszélgetését, ez egyszer mind leleplezi azt is, hogy ez hatalmi helyzetben mire képes ez a rohadék, de akkor is megint sikerült túltolni, megint sikerült kabarét csinálni belőle, megint a hülyék dáridója zajlik, és hát ennek ilyen kis gyöngyszeme, hogy a Hír TV stúdiában amúgy ez a két szerencsétlen mit ad elő. Nem arról is szól ez egyébként, ami már több úgymond elemzőtől is megjelent, hogy ez tulajdonképpen a liberális oldalon egyfajta, nevezzük így, idézőjelbe téve gyorsan, rendszerváltás, tehát hogy az első vonal belieket próbálják most, egy másodvonal beliek. Miután ennek az egész kreténségnek, ennek a MeToo őrületnek, legalábbis Magyarországon, de amúgy szerte a világban is.
kizárólag liberális isten császárok és ikonok estek eddig áldozatul, hát erősen föltevődik a kérdés, hogy igen, akkor cui prodest? Kinek jó ez? Mert az volt a cél, hogy a konzervatívokat mondjuk a Kerényi Imrétől kezdve a Bayer Zsoltig tönkretegyék szexuális zaklatási vágyakkal, hát vádakkal, akkor jelentem, ez még eddig nem jött össze. Zsolt, ennyi fért mára. Legközelebb ezt a nézőknek mondjuk februárban találkozunk, addig te szabadságon leszel, úgyhogy jó pihenést a szabadságra. Köszönöm szépen. Figyelmet köszönjük, találkozunk legközelebb. Minden jót, viszontlátásra!